Sziasztok! Marcel vagyok, 28 éves, zenész. Mikor kezdtél zenével foglalkozni? Vagy mikor volt ez a pont, hogy azt mondtad, hogy én nekem ez lesz az életem? Érettség után az ELTE-re mentem egyből, akkor jött az első ilyen gondolat, hogy hú, én szeretnék zenével foglalkozni. Úgy neveltek engem a szüleim, hogy á, nem jó zenével, nem lesz semmi, nem lehet megélni belőle, meg ilyenek. Úgyhogy a vegyész pályára szántak engem, én meg elkezdtem a zene felé kacsingatni. Az egyik vizsgálószakban kb. 4 évvel ezelőtt elég sok tárgyat elbuktam, és kellett fizetni ilyen kredit elbukási díjat. Úgyhogy gondoltam, hogy kimegyek utcára. És utána olyan eufória volt bennem, olyan fú, legyőztem egy ilyen tök nagy félelmet, hogy hú, kimentem már az emberek elé. Én azt érzem, hogy elég mélyről indultam, szóval a édesapám is mindig azt mondta még régen, hogy ne énekeljek, borzalmas, hagyjam az egészet a francba, inkább tanulja, csináljam az egyetemet. De valahogy én belülről mindig azt éreztem, hogy ha énekelek, akkor jól érzem magam. Akármilyen rossz kedvem volt, elkezdtem énekelni magamnak, akkor így hirtelen elkezdtem mosolyogni. A zenélés mellett te tanulsz is. A Szent István Egyetemen élelmiszermérnökként tanulok. Mennyire szeretette ezt? Igazából édesapám szerette volna nagyon, hogy nekem legyen diplomám. Neki az van a fejében, ha nekem csak egy érettségim van, akkor én nem érek nagyobb sokat. Persze ezt nagyobb részben neki csinálom, tehát nem magam miatt. Uh-huh. Hogyha nem kellene, nem lenne kényszer, akkor a holnapot hagynám. Az elején volt bennem ez egy nagyon nagy lázadás, akkor így hogy fú, harcolni akarok ellene. De aztán rájöttem, hogy igazából ő jót szeretett volna a saját módján. Láttak téged a szüleid valaha utca zenélni, vagy zenélni? Édesapám jött egy koncertemre, azt hiszem. És mit mondod? Tetszett neki. Nem mondta ki nagyon, de hogy ő büszke volt, ugye, amikor még a lemezt megírtuk, és akkor írtak rólunk a Metal Hammerben. Hallottad már a szájukból valaha azt, hogy Marcikám? Nem, ők nem büszkék rám. Nagyon ügyes vagy. Nem. Nekem az öcsém az biomérnök, és mindig mondják, hogy ő rá nagyon büszkék. És szóval egy csomó szó volt bennem egy ilyen furcsa érzés, hogy miért baj ez, hogyha nekem más az utam, akkor az miért rosszabb? Szoktam karaoke műsort vezetni. A zenélés előtt én úgy kezdtem el emberek előtt énekelni, hogy karaokeval. Megtaláltam egy Marc Anthony számot, az I Need to Know-t, és akkor azt begyakoroltam otthon, és akkor azt nyomattam a Morizos 2-ben a karaoke teremben. Neked mit jelent a zene? A zene nekem egy ilyen nagyon intim nyelvet jelent, egy ilyen önkifejezést. Amikor utcazenélsz, vagy utcazenélek, akkor az olyan gyakorlatilag, mintha messzere lennél. Az utcán kimész, és válasz minden gyengességedet, hibádat, az akkori érzelmi állapotodat. Szóval gyakorlatilag egy nyitott könyv vagy, így kinyitod magad az emberek elé, és hogy itt vagyok, olvassatok belőlem. Az érzelmek legőszintébb, legtisztább kifejezését jelenti. Ilyen gyümölcs, egy, amit így nagyon szeretnék enni, kb. És milyen gyümölcsöt szeretnél enni? Ananász. Ananász, akkor gyere, menjünk és karaokizzunk. Jó, menjünk karaokizni. Ültünk a múlón és néztük, hogy járja a táncát a vízen a fény. Élveztük, mennyire jó ez a samplonos helyzet. Hamburgert ettünk és vártuk, hogy jöjjön a fél négy, mert utazunk már. Itt hagyjuk Zamárdi felsőt, és újra csak elmúlt egy balatoni nyár. Emlékszem, mennyire vártam a Tihanyi révnél azt a kék szemű lányt. És persze nem jött, de ilyenek a kék szemű lányok. Beültem inni és észre se vettem az árak színvonalát.
hozták a számlát, és azt hittem, rosszul látok. A nyaralás messze száll, sok emlék visszajár. Hányszor elmúlt már, de újra vár a balatoni nyár. Balatoni nyár. Balatoni nyár.